Szinte napi aktualitása van minden olyan projektnek, ami energetikai szempontból majd megtakarítást tud eredményezni. Egy ilyen korszerűsítés zajlik a Kanizsai Dorottya általános iskolán is, mondja Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere. Igen jó ütemben haladnak azok a munkálatok, amelyek következtében ennek az épület komplexumnak két része, az úgynevezett C és D épület teljes homlokzatszigetelést fog kapni, illetve azt lehet mondani, hogy már olyan műszaki állapotban van, hogy meg is kapta, sőt most már a homlokzatnak a színrefestése zajlik. Napokon belül elkészül, ezen munkálatokon belül a lapostetőknek is a megfelelő hő, illetve vízelleni szigetelése is. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján a jövő héten megkezdődik a lapostetőre annak az 50 kW-os naperőműrendszernek a feltelepítése, ami nagyban segíti majd, hogy az épület villamosenergia költségei kicsit jobb állapotba kerüljenek, és még egy napkollektornak az áthelyezése fog megtörténni. Mindez abból a 125 millió forintból valósulhat meg, amelyet az önkormányzat pályázat útján nyert. A befejezési határidő az október, de a kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján nem szeretnének addig ezekkel a munkálatokkal itt időzni. Mi úgy gondoljuk, hogy szeptember közepére azért teljes egészében első osztályi minőségben át tudjuk majd venni ezt a beruházást. Alapvetően ezek az épületek több időintervallumban létesültek. A C épület rész, az úgynevezett régi gimnáziumi szárny, az valamikor az 50-es években került megépítés, 1950-es években. A C épület, a mögöttünk álló második legújabb szárny, a 80-as években készült. Az egyik az téglaépület volt, a másik az betonépület volt, tehát ellenkező hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkeztek. A polgármester elmondta, hogy 2008 és 2010 között az épület komplexumot már 1 milliárd forintból részben korszerűsítették energetikailag. Új fűtési rendszert építettünk ki, nyilászárócserék történtek meg, villamoshálózat korszerűsítés történt, de akkor ezek a források nem voltak elegendőek egy szigetelési munkára, ezeket tudtuk most ebből a pályázatból megvalósítani. 126,5 millió pontosan az az összeg, ami magának a kivitelezésre szánt összeg. Ezen felül van még egy 10-12 millió forintos úgynevezett soft költségek, tehát olyan 135 millió forintra tehető az az összeg, amit pályázat útján erre a beruházásra tudunk költeni.